Eperjes, Selmec, Lőcse, Pozsony, egykor híres magyar városok, a felvidéki és erdélyi területekről a 17. században írt Magyar Simplicissimus című kalandregény ad gazdag leírást. A mű Daniel Sperr német író zeneszerző nevéhez köthető, a részletgazdag olvasmány számos tudományág számára nyújt képet a kor politikai földrajzi viszonyairól. Szepesi Béla grafikus művész a művet alapul véve alkotta meg azonos című kiállításának anyagát. Ez a regény annyira eleven és annyira pontosan adja vissza azt a vidéket, tehát az akkori Magyarországot, hogy felmerült bennem a gondolat, hogy ez mindenképpen érdemes a megörökítésre, hiszen ha megnézzük az a terület, amelyet bejárt, az képviselte akkor a magyar kultúrát, egyáltalán a Magyarországot. És amit ma Magyarországnak megélünk, ez a terület, ez a 93.000 négyzetkilométer, ez gyakorlatilag akkor a török hódoltság alatt élt, és szinte teljesen elnéptelenedett. Tehát elmondhatjuk azt, hogy ezek a városok, ezek voltak azok a magok, amelyek a magyar kultúrát tovább éltették. És nekünk, mai magyaroknak, különösen a Magyarországon élő magyaroknak, kötelességünk, hogy emlékezzünk erre, hiszen nélkülük nem lenne egyáltalán magyar kultúra. A tárlaton 12 nagyméretű linómetszet látható. A művész a hagyományos grafikai eljárásokat a digitális képalkotás eszközeivel ötvözte. A tradicionális és a modern technikák keverése az alkotó szándéka szerint többlettartalmat, többletjelentést hordoz. 12 ilyen nagyméretű munkáról van szó, amelyek mint egy puzzle kisebb, nagyobb linómetszetekből állnak össze, illetve vegyítve egyfajta digitális háttérre. Tehát azt mondhatnám a technikájára, hogy ez digitális rajz, linómetszet és digitális print textilen, ugyanis a linómetszeteket utána beszkenneltem, digitalizáltam és összeállítottam egy kompozícióban. Hogy miért van ez a kettősség? Hát egyrészt magyarázhatnám azzal, hogy én valamikor a doktori disszertációmat is abból írtam, hogy a számítógépes grafika és a hagyományos grafikának az egymásra hatása, de ennek a két technikának ilyen formában történő ötvözése arra is lehetőséget ad, hogy a különféle történelmi korokat, mint rétegeket kapcsoljam egymáshoz, egymásra. A kiállításon a nagyméretű metszetekhez használt kisebb grafikák is helyet kaptak. A tárlat a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával jött létre. Szepesi Béla Magyar Simplicissimus című kiállítása október végéig megtekinthető a Nyíregyházi Pál Gyula teremben.